Mögöttem már javában zajlik a Völgyváros legújabb projektje. Itt, Salgó-Tarján szívében alakítanak ki egy közösségi teret, ahol szabaduló szoba is várja majd a látogatókat. Hogy hol tartanak a felújítással, nézzük meg! Régen itt egy söröző volt, és hogy itt járkálnak az emberek, mindenkiből előtörnek az emlékek azzal kapcsolatban, hogy milyen jó hely volt, és mennyire szerettek ide járni, kiülni a teraszra, és valahogy ezt a varázs szeretnénk egy kicsit másfajta oldalról belerakni majd ebbe a helybe, hiszen oké, hogy söröző volt, most nem az lesz, egy közösségi tér, egy közösségi iroda és szabaduló szobák lesznek majd kialakítva ezen a cirka 300 négyzetméteren. Terveink szerint programokat szeretnénk idehozni, különböző előadásokat, valamint a közelben lévő általános és középiskolánkkal fogunk majd együttműködni. Szeretnénk feléjük nyitni, hogy különböző délutáni foglalkozásokat lehessen majd tartani a hátsó részben kialakított oktatóterekben. A Völgyváros csapata július elején kezdte meg a munkálatokat az évi egy üzletházban. A tervrajzok elkészülte után hozzáláttak az épületrész állagmegőrzéséhez, mint például a veszélyes előtető és az omladozó falak javítása. Ezután jöhetett a bontás. Falak, ajtókeretek, csövek. Bár még sok a munka, a csapatnak nagy tervei vannak a hellyel. Például ebben a helyiségben lesz majd a közösségi iroda, itt lesznek az asztalok, már elkészítettük a belső elrendezésnek a tervét, illetve a bútorok is megvannak, hogy mit fognak ide kerülni. Padlószőnyeg lesz, és itt például látható az, hogy milyen színű lesz majd ez a tér. Alapvetően a fő területen a kék és a sárga fog megjelenni, itt pedig a zöld a belső közösségi iroda területen. Kívülről pedig továbbra is kék színt kap majd az épület, viszont újra festjük szinte majdnem az egészet, hogy a városképi koncepciója is jó legyen. Itt vagyunk az alaksorban, ez a rész lesz majd a szabaduló szoba. Több szabaduló szobát is el szeretnénk majd helyezni ebben a nagyobb oktatótérben. Hamarosan megkezdjük itt is az átalakításokat. Először romboltunk mindegyik területen, hogy a sittet azt egyszerre el tudjuk vitetni. Úgyhogy azért vannak ilyen harci helyzetek, harci állapotok, mert itt is rombolni kellett a csövek kicserélése miatt, de amint elkerül innen a szemét, rögtön rendezzük be az új szobákat, és reméljük, hogy szeptembertől hétvégente és hétköznap is tudtak majd jönni ide kiszabadulni, kedves áras lakók. A gyár és a bánya a tervek szerint szeptemberben készül el.